estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákkal készültem. Mintegy 20 millió forintból újult meg a Lövölde úti nyugdíjas szolgáltatóház. A szépkorúak mostantól egy megújult, modern környezetben munkálkodhatnak, a fejlesztések pedig a későbbiekben tovább folytatódnak. Ablak és radiátorcsere, fűtéskorszerűsítés, modernebb konyhai felszerelés és a riasztóberendezés beépítése. Többek között ezekre volt a legnagyobb szükség a Lövölde úti nyugdíjas szolgáltatóházban. Az intézmény mára sokkal otthonosabb lett, és a szolgáltatásokhoz szükséges eszközpark is megújult. A házban szakiparosok végeznek fodrász, lábápoló, gáz, víz, asztalos, lakatos vagy éppen villanyszerelő munkákat. A szépkorúak mostantól egy sokkal modernebb környezetben végezhetik feladataikat. A nyillázárok azok azt hiszem, hogy talán most kerültek ennyi évtized után először cserére. Tehát sokszor már nem mertük kinyitni sem, hogy nehogy aztán bedőljön, mert fából voltak, de már elég elkorhattak, és azért bejönni nem mindegy, és bent tölteni, hogy milyen a belső esztétikum, és mennyi a legfontosabb az, hogy egészségünket védi. Tehát a fűtést is nem kifele fűtünk, és a fűtésre is már új korszerű radiátor testeket szereltek fel az elmúlt nyáron, tehát elkezdődött ennek a háznak is az úgynevezett egészségesebbé tétele, mi pedig itt a hölgyekkel és a klubtagokkal a belső esztétikumot, új függönyöket, nem volt karnis sem, tehát próbáltuk felöltöztetni, mint az otthonunkat. Ha jó dolog, egy pici valami új kerül be, akkor mások az embernek a közérzete. Sokat jelent egy textil, hogyha fölkerül a falra vagy az ablakokra, és hát persze adott volt, tehát ezeket az ablakokat, ezek nem standard ablakok voltak, ezeket ugyanúgy kellett arra mérete legyártatni, és a fűtés. A másik, hogy az is nem mindegy, hogy milyen az embernek a hő háztartása, és ez folytatódik majd, mert azért kellene majd még itt a belső helyiségnek a meszelése, illetve hát még a fűtésnél az első részlet volt, itt azért még a kazánoknak a lecserélése, de egyelőre nagyon örülünk neki, hogy működnek a kazánok még, és hát a másik az, hogy megfelelő hőfok van. És ami nagyon fontos volt a riasztórendszer, azt már nagyon sok-sok éve, és mondjuk ezt, amit a képviselő úr biztosított nekünk, sőt a belső szerelvényeknek is, amit használunk, tehát hogy élünk, mert végül is itt sütés, főzés is minden folyik ám, amikor ide jönnek a klubok egy-egy ilyen foglalkozása, mondjuk egy összemont névnap, a születésnap, azért hozzák is, de mit tudom én, melegtél, vagy egy pörkölt, vagy ilyen hasonlót készítenek. 6 nyugdíjas klub használja jelenleg a Lövölde úti szolgáltatóházat, ahol változatos, tartalmas programokkal várják a szépkorúakat most már egy megújult környezetben. Az egyesület egyébként Fehérvár minden nyugdíjasát szolgálja. A város kiemelt figyelmet fordít a székesfehérvári szépkorúakra. A nyugdíjas szolgáltatóház mintegy 20 millió forintból újult meg. Nagyon fontos, hogy ezek a nyugdíjas közösségek nem csak programokat szerveznek, hanem nagyon sokat segítenek is egymásnak, hiszen tényleg azokat, akik esetleg nem tudnak eljönni ezekre a programokra, azokat meglátogatják, folyamatos segítségnyújtásban részesítik, tehát mondhatjuk azt, hogy egy nagyon aktív közösségi életet élnek, éppen azért nagyon fontos az, hogy mindenben támogassuk a nyugdíjas közösségeket. Én civil tanácsnokként mindig el szoktam mondani azt is, hogy pozitív példaként tudom állítani más önkéntes közösségek elé őket, hiszen tényleg hihetetlen munkát végeznek a mindennapokban. Nagyon fontos volt, hogy ezt a közösségi házat kicsit felújítsuk most, hiszen 10 millió forint forrásból, önkormányzati forrásból teljes nyílászáró cserét hajtottunk végre a tavalyi év végén, illetve a teljes fűtésrendszer megújult 7 millió forintból, illetve jelezték számomra a közösségek, a kis csoportok, hogy nagyon szeretnének új eszközöket, mert már elhasználtak az eszközök, úgy így beszereztünk szintén önkormányzati forrásból ide televíziót, hűtőt, tűzhelyet, olyan kis eszközöket, amik a mindennapi program szervezésben nekik segítenek, illetve egy teljes riasztóberendezéssel láttuk el az épületet, hiszen sok probléma volt az elmúlt időszakban, így most a biztonság is megoldott, és szeretnénk továbbfejlődni a közösségi ház környékét. Szeretnénk felújítani a tavasszal. A 2018-as év tavaszán megújul az egész környezet ennek a közösségi háznak. Egy kültéri parkot alakítunk ki, ahol ami alkalmas lesz bográcsozásra, programszervezésre. Ez a jó idő beálltával, ami most már azt mondhatjuk, hogy meg is jött, akkor elkezdődik ez a beruházás, és május 31-ig elkészül ez a kis park kialakítása. Remélem, hogy akkor egy bogrács mellett tudunk majd találkozni és átadni ezt a kis teret.
A munka azonban itt még nem ér véget, az intézmény életében további fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben. Várhatóan május végére megújul a közösségi ház környezete is. Egy kültéri parkkal gazdagodik az intézmény, ami alkalmas lesz bográcsozásra és különféle programok lebonyolítására. Táncversek, táncleporello is szerepel a Székesfehérvári Balett Színház repertoárjában. Az Egerházi Attila vezette társulat pedig hamarosan bemutatkozik a nagy érteműnek. Négy egymástól különböző zsánerű világot, négy eredeti történetet rajzol meg a tánc nyelvén a Székesfehérvári Balett Színház bemutatkozó előadásán. Kortárs balettársulat jön létre ugyanis a városban. Március 22-én egy nagy bemutatkozással lép a Székesfehérvári közönség elé a Vörös Marti Színházban. Hát több szempontból is nagyon fontos, egyrészt mert azt gondolom, hogy tartunk ott, hogy ez megtörténhet. Hiszen ha az elmúlt évtizedeket nézzük, akkor minden, ami tánc Székesfehérváron, az mindig nagyon keresett, mindig nagy öröm volt a székesfehérváriaknak, és mindig teltházas volt. Legyen szó egyébként bármilyen táncról, a táncnak többféle stílusáról. A néptáncot azt nem kell mondani ennek a városnak, hiszen a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, a táncháza, több száz kisgyerek, aki ott a művészeti iskolában tanulja a néphagyományokat, a néptáncot, tehát azt hiszem, hogy ez nem szorul magyarázatra. De az Alberegye Néptánc Együttesnek is volt már az elmúlt években mindig egy kicsit kortárs irányban. A Majoros Andoréknak köszönhetően mindig voltak ilyen kis nyitogatásai, ajtónyitogatásai. Szerintem mindegyik zseniális volt. Annál is mindig azt éreztem, hogy van erre az irányra fogékonyság a fehérváriakban. A balettet pedig természetesen szintén nagyon szeretik a városiak, hiszen minden olyan balett fellépés, ami valahol honnan jött, akár külhonról, akár belföldről, az experience-től kezdve az orosz balettig. Hát engem nagyon sok barátom hívott fel, hogy segítsek már jegyet szerezni, tehát hogy olyan pillanatok alatt elfogytak a jegyek. Tehát hogy azt hiszem, hogy abban nincs kérdés, hogy a táncot ez a város imádja. És hát én azt gondolom, hogy a korszerűséghez nagyon hozzátartozik a kortárs balett. És talán a zenekar után a színház elmúlt hosszú évek elért szerintem nagyon igényes prózai színháza után, én azt gondolom, hogy lehet, hogy eljött az időpillanat, hogy ezt Székesfehérvár megnézze, hogy mennyire fogadja ezt be. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, nagyon örülök, hogy Egerházi Attiláék fantáziát láttak a városban. Annak külön örülök, hogy a táncházban találtak otthonra, mert ilyenkor nyilván fölmerülhet ugye egy Alberegye Néptánc Együttesben a féltékenységnek az érzése, de nem így van, hanem egy abszolút nyitottság van, és hát úgy látom, hogy szinte már nagyon baráti a kapcsolat és a viszony. És hát azt pedig, hogy mit jelent a mának, ezt elmondtam, és hogy mit jelenthet Székesfehérvár jövőjének, hát ez pedig nem kérdés. Minden, ami kultúra és a kultúra legminőségibb színvonala, az ennek a városnak a jövőjéhez nagyon-nagyon hozzátesz. Egy kortárs balett egyébként főként, mert úgy gondolom, hogy megszólíthat egy olyan társadalmi célcsoportot is, aki lehet, hogy ma egyébként elmegy ezért a városból, Budapestre, uram bocsá, Ausztriába vagy Győrbe, de hozhat is a városnak kulturális idegenforgalmat, úgyhogy én mindenképpen üdvözlöm, és hát nem titkoljuk, hogy nagyon izgatottan várjuk ezt a 22-i alkalmat. A jó kapcsolatot talán az is fémjelzi, vagy jelzi már, hogy a társművészeteket is bevonták a bemutatkozó koncertre, így például a szimfonikus zenekar vonos négyes csapatát, illetve a néptánc együttest. Igen, hát ez is azt mutatja, egyrészt, hogy a szándék komoly, mert ha valaki, hát most bocsánat, hogy így fogalmazom meg, de kívülről érkezik, tehát valahonnan máshonnan, és ebben az esetben ez külföldet is jelent ide hozzánk, akkor nyilván szerintem az az első legjobb lépés, hogyha a kultúra egyéb intézményeivel rögtön megtörténik az ismerkedés, a barátkozás, és szerintem ezek egyébként új irányok is, képzőművészetben is, kiállításokban is, hogy többféle művészeti ág, irodalom, zene, tánc, képzőművészeti kiállítások, tehát hogy ezek a mixek szerintem nagyon 21. századi irányok, úgyhogy ezt az utat mi nem csak ebben, hanem egyéb más módon is szeretnénk követni.
A társulat magyar és nemzetközi professzionális táncosokból áll. Az előadás a beszédes Bla 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 címet viseli, a címadó darab táncvers az emberi kommunikációról, vagy éppen annak hiányáról. Kínálta magát, mert hogyha végignézünk Magyarország térképén, és megnézzük, hogy hol van és hol nincs, milyen régióban létezik és nem létezik kortárs balett színház, akkor világosan látszik, hogy Fehérvár és Fehér megye az, ahol nincsen. És azt gondolom, hogy a városnak a kultúrája nagyon erős. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát én úgy gondolom és úgy érzem, hogy van egy befogadó közeg. A város maga nagyon erős. És kínálja magát azt, hogy az a lehetőség, hogy egy balettszínházat hozzunk létre a városban. Március 22-én lesz a bemutatkozó, a beszédes Bla 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 címet adtátok. Mit akar a cím, milyen előadásra számíthat majd a nagy érdemű? Hát nem szeretném leleplezni idő előtt a darabot, meg különben is a verselemzés nem az én műfajom, mert az olyan, mint egy pillangó szárnyát, amikor megérint a hímpor, lekerül róla, és már is nem a pillangó, már is nem tud repülni. De annyit elárulhatok, hogy egy szatirikus balettról van szó, egy egyfelvonásos balett, tulajdonképpen a programban egyfelvonásos balettek szerepelnek. Annyit kell tudni a március 22-i bemutatkozó előadásunkról, hogy az tulajdonképpen egy előszobája annak a háznak, amit szeretnénk építeni Fehérváron. Tehát eleve az együttes létszáma egy kamara jellegű, de ez nem azt jelenti, hogy a program kamara lesz minőségében, hanem olyan táncversek, egyfelvonásos táncversek kerülnek bemutatásra, mint például a Bla Bla Bla, ami egy szatirikus balett, egy korrajz, ha szabad úgy mondani, a mai kor kommunikációs zavarait boncolgatja, de többek között a programon szerepel a Bolero, aminek én a rúzs címet adtam, vörös rúzs, ami hát nem kell bemutatnom a nagy érdemű közönségnek, ugye Ravel Bolero művét, és tulajdonképpen most 6 táncossal dolgozunk. Egy nagyon fontos előadás előtt állunk, nagyon fontos számunkra, és a legfontosabb, hogy Fehérváron ne csak mi lejjünk otthonra, hiszen már szeptember óta városba költöztünk, és itt lakunk, itt élünk, itt dolgozunk, hanem a közönség is otthonra lejjen az előadásainkon. És az a célunk, hogy a balettszínház minél vonzóbb legyen a fehérvári közönség számára. A társulat szeptember óta próbál a Fehérvári Táncházban. Így készül a Bolero a Székesfehérvári Balettszínház dolmácsolásában. Egerházi Attila, a társulat vezetője rajzolta meg a táncnyelvén Ravel darabját. Ez a koreográfia már az első bemutatkozójára készül. Ez egy mérföldkő, és talán a magyar táncéletnek is egy mérföldköve, és egy történelmi esemény. A repertoár két nagy pilléren fog állni. Egyrészt nevezzük táncverseknek, amik egyfelvonásos balettek, nincs kimondottan cselekményük. A mozdulat nyelvén festünk táncverseket, illetve lesznek cselekményes balettek a repertoáron. Elsőként a Diótörőt szeretnénk bemutatni, majd a Rómeó és Júliát tervezem bemutatni a majdani társulattal, mert az nyilván egy nagyobb létszámú együttest igényel. A táncművészek és a társulat vezetője egy markáns arculatú, egyedi hangvételű repertoárral rendelkező kortárs táncszínházat szeretnének létrehozni. Fúzióban van a kortárs tánc, és teljesen más használjuk a test, meg a dinamikai a mozdulaton. Most nagyon intenzíven dolgozunk ezen az előadás. Szeretünk a legjobb arculat mutatni itt a városon. A nemzetközi és hazai művészekből álló társulat hamarosan felvételt hirdet, hiszen az induló létszámot 13 főre tervezik, amelyet később 16 tagra bővítenének. Az esős idő ellenére felhőtlen jókedv jellemezte a Gingalló, ölbeli dalok és játékok programját, a rendezvényre pedig természetesen mi is ellátogattunk.
Borsófőzeléket főztek a gyerekek, és azt jól meg is sózták, legalábbis ebben a dalban, melyet láthatóan jókedvűen énekeltek a déli harangszó előtt. Az ebéd tehát elkészült, a kicsik pedig az esős idő ellenére felhőtlen délelőttöt tölthettek szüleikkel, nagyszüleikkel a szénatéri tagkönyvtárban. Csóka Judittól mondókákat, dalokat tanulhattak a gyerekek, de a meseterapeuta szerint fontos az is, hogy a gyerekek minél több mesét megismerjenek. A felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt nagyon fontos a mese, mert a mesében az emberiség, bölcsessége, tapasztalata sűrűsödött össze, és nem csak szórakoztató jelleggel lehet mesét mondani, hanem azért is, hogy tanuljunk belőle, vigasztalást nyújthat, segíthet abban, hogy elinduljunk azon az úton, ami a mi útunk, vagy kiszabaduljunk azokból a helyzetekből, ami nem nekünk való, amibe beleragadtunk. Én szerintem minden életkorban nagyon fontos a mese, és nagyon jó lenne, hogyha sokat mesélnénk egymásnak, és sok helyen lenne az országban olyan lehetőség, ahol lehet mesét hallgatni felnőttnek, gyereknek egyaránt. Pontos az egyébként, most már a gyerekekre visszatérve, hogy a szülő milyen mesét választ a gyermeknek, amikor olvas? Fontos, de az lenne a legjobb, ha nem is olvasná, hanem mondaná a mesét, mert a könyv ugye egy akadály a mesemondó és a mesehallgató között, és sokkal közösebb és szorosabb, közelebbi és szorosabbi kapcsolatot lehet azáltal teremteni, hogyha mondjuk a meséket. Fontos, életkorok szerint... Fontos, hogy milyen mesét választunk. Nyilván egy ilyen picikének csak nagyon rövidet lehet. Nagyobbaknak már hosszabbat a láncmeséket, és aztán jönnek a novellamesék, a varázsmesék, amik segíthetik a gyerekeket abban, hogy fölkészüljenek az életre. De láthattuk, hogy több apróság is érkezett. Igen, család a mamával, anyukákkal, és még apuka is van. Kinek javasolod ezt a mai programot? Mi a fontosság? Ez a mai program 0-3 éves korig van meghirdetve, és azért tartom nagyon fontosnak, mert itt kezdődik az, hogy később mesehallgatóvá, mesemondóvá váljanak a gyerekek is, meg talán a szülők is. Ölbeli játékokat, mondókákat, dalocskákat tanulunk itt, főleg a szülőknek van ez a foglalkozás, hogy ők tanulják meg, hogy otthon tudjanak milyen repertoárból választani, amikor a gyerekükkel játszanak, együtt vannak. Na, hadd mutassam rajtad, jó? Na, még egyszer. Keze, lába, van neki! De a szombati programon nem csak a mesék kerültek a középpontba, hanem a mondókák is, melyek segítik a gyerekek beszédfejlődését. Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen programokra is látogassunk a gyerekekkel. Pásztor Zsuzsanna kislányával, Noémivel érkezett a könyvtárba. Az édesanyja azért érkezett gyermekével, hogy Noémit a megfelelő játékos programokkal fejleszthesse. Mint mondja, a játék és a mese otthon is elengedhetetlen az esti alvás előtt. És kevesen gondolnák, de a mese a 19. század végéig alapvetően a felnőttek műfaja volt. Évezredeken át a felnőttek is hallgatták, és ugyanúgy erőt merítettek belőle, ahogyan a népdalokból. Országos rekordkísérletben vehettek részt a székesfehérvári családok. A kísérlet célja az volt, hogy minél több gyerkőcöt emeljenek fel a magasba egyszerre. Szép számmal érkeztek családok a Vasvári Pál általános iskolába. A három királyfi, három királylány mozgalom egy rekordkísérlet levárta az ország lakosságát, amelybe a 18 vidéki város között Székesfehérvár is bekapcsolódott. Az egyszerre felemelt gyerekek világrekordjának felállításával leginkább a figyelmet szerették volna felhívni a szervezők. Az alapítvány célja, hogy szülessenek meg a tervezett kívánt gyermekek, és igazából azt szeretné demonstrálni, hogy milyen jó dolog, hogyha van gyermek a családban. A rendezvényt a Vasvári Pál általános iskolában szervezték meg, mivel a közösségi oldalakon meghirdetett rekordkísérletre több százan jelentkeztek. A kísérletnek szívesen adott helyet az intézmény. Nagyon szoros kapcsolatot ápol intézményünk évek óta, vagy évtizedek óta
a Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesületével, és egyébként is nagyon fontosnak tartom és tartjuk, hogy azokra a családokra külön odafigyeljünk, akik az, mondjuk az iskolánkba járnak, és több gyermeket nevelnek, mert minden segítség jól jöhet nekik. És a mai nap a Családok Éve alkalmából kerül ugye megrendezésre. Véleményem szerint nagyon lényeges az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos alapközösség egy társadalomnak a család, és minden segítséget meg kell, hogy kapjanak azok a családok különösen, akik több gyermeket nevelnek, és egyáltalán a mai 11 órás közös emelés az arról szól, véleményem szerint, hogy a gyerekek kerüljenek a középpontba. Sajnos a hétköznapok rohanása során erre nincs mindig mód a családi körben, de sokszor még az iskolában sem, mert nyilván nem egy gyermekkel foglalkozik egy pedagógus, de az a célunk, hogy minél több figyelem forduljon a gyerekek felé, és különösen azon családok gyermekei felé, ahol több gyermek nevelődik, hiszen minden társadalomnak gyakorlatilag a jövőképe, hogy sok gyermek szülessen, és több gyermekes családok éljenek minél nagyobb számban az adott városban, így Székesfehérváron és az országban is. Rekordkísérleten kívül igazi családi programon vehettek részt a gyerekek, például Meseországba utazhattak, játszhattak és megismerkedhettek egymással. Kisbaba még ugye nem nagyon volt közösségben, ez látszik is rajta, nagyon fél a sok embertől meg az ajtól, de a közösség az nagyon fontos, és így találkozott más fiatalokkal, gyerekekkel. Az egyszerre felemelt gyermekek világrekord kísérletét webkamerán keresztül követhették nyomon az érdeklődők. A heti feedben ezúttal arról lesz szó, hogy milyen gyakran érdemes masszíroztatni, és tulajdonképpen miért is hasznos ez. Az ember, amikor belép ide, ebbe a kis masszás stúdióba, úgy érzi, hogy a béke szigetére érkezett meg. Miért jó a masszás, illetve hányféle fajta masszás van, amit itt mondjuk igénybe tudnak venni az érdeklődők? Hű, ez egy összetettebb kérdés. Alapjáraton a svéd masszás fogásaival dolgozok én. A svéd masszást azt egy svéd vívómester találta ki, hogy a tanítványainak a kondícióját javítsa és a versenyt megnyerjék. És ő dolgozta ki a fogásrendszert, ami a svéd masszázs, az simításokból, dörzsölésből, gyúrásból, vibrációból és ütögetésből, levezetésből áll. És tulajdonképpen ez az alapja az összes masszázsnak. Sportmasszőrök is ezt használják, a gyógymasszőrök is ezt használják, némi más technikával kiegészítve. A frissítő masszázs, ez tulajdonképpen az a klasszikus svéd masszázs. A gyógymasszázs és a sportmasszázs már használ kimozgatásokat is, ami hasonló, mint amiket a csontkovács használ. Vannak ilyen átfedő gyógymasszőri kimozgatások és a csontkovács fogások között vannak például átfedések. Mi
Milyen gyakran érdemes ellátogatni, vagy ez ilyen ember függő, attól függ, hogy kinek milyen kondíciója van? Én úgy gondolom, hogy elsősorban sportolóknál heti szinten, vagy még gyakrabban szükséges. Amikor van egy gyógymasszőri feladat, akkor valakinek mondjuk beáll a lapockája. Egyébként ez lehet egy irodai munkától, stressztől is, rossz testtartástól, aki nagyon sokat ül az autóba. Megvannak a gerincnek a fájdalom határai vagy pontjai, hogy látszik, hogy ő irodai munkás, ő sofőr, ő pedig ezt csinál, vagy azt csinál. Na most egy ilyen gyógymasszőri eljárásnál nem elegendő egy alkalom, hogy jövök, amikor gondolom, hanem időközönként, tehát megmondom, hogy jó lenne, ha visszajönnél két nap múlva, egy hét múlva. Ehhez kell 4 kezelés, gyere hetente, vagy sűrűbben, vagy ritkábban. Az általános egyébként az lenne, vagy az nem szentírás, és mindenki a pénztárcájához méri, hogy hetente, vagy két hetente. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!